Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, november 5-én én bizonyos vagyok benne, hogy minden zenekedvelő várja ezt a napot egyébként. Egy szép napra ébredünk, hiszen egy legendás csapat lép majd színpadra, a Color. És itt van két legenda velünk. Természetesen Bedő Csaba és Petko János, szervusztok! Üdvözlöm! No, ez nagy csapat, nagy buli lesz. De ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is számít Székesfehérváron legendának a Color, beszélni kell a kezdetekről is. Essék szó a klasszikusról. 1972-t írunk. Diák volt mindenki, hihetetlen, de igaz, én magam is. Alig nőttem ki még az iskolapadból, az általános iskolából, és egyszer csak megjelent egy csapat. Fiál, Bedő, Varga, három vasváris diák és a többiek, és azt mondták, hogy na, akkor itt vagyunk mi, megváltjuk a világot, zenekart alapítunk. Mesélj erről. Hát kezdetben azért kezdtük el igaziból, ugye diákok voltunk, és azt vettük észre, hogy a lányoknak jobban tetszik az a srác, akinek gitár lóg a nyakában. Tehát ez volt az egésznek az alapja, és meg hát szerettük a rockzenét. Abban az időben egyébként az volt, a Beatles éppen lecsengőbe volt, a Deep Purple, Uriah Heep pedig nagyon ment, és nekünk ez nagyon tetszett. Hát nagyon nehezen tudtunk hozzájutni az anyagokhoz, de azért összejöttünk, és nekem volt egy barátom, a Debreceni Laci, aki egy közös ismerősünk kapcsán került ide, vagy kapcsolatba velünk, és akkor megcsináltuk az első zenekarunkat, dobost nagyon nehezen találtunk, egyszer jött egy srác, egy jó mulatás dobos felirattal, de hát nem volt az igazi, mert nem azt a fajta zenét csinálta, és akkor valaki ajánlotta, hogy van Móron egy srác, és ő volt a Dodi, a Gessler Dodi, és aztán így most már összeállt a csapat, később, talán egy fél évvel később csatlakozott hozzánk a Nagy Gyuri, és aztán így alakultunk ki, mert sokkal jobb hangzást tudtunk kialakítani abban a zenébe két szóló gitárral. Igen. Ez egy fantasztikus időszak volt. Hogy lehetett akkoriban hozzájutni? Először is ugye saját dalok nem nagyon voltak. Igen. Tehát jött a Deep Purple, Uriah Heep, Status Quo. Status Quo-tok egyébként tökéletes ma is. Ezt akiknek kiejtettem a számon, hogy ma jöttök majd vendégségbe hozzám, és november 5-én meg buli van. Olyanok is, akik eddig nem jártak, de azért a korban benne vannak és szeretik a zenéteket, az persze felkapta a fejét egyből. Tehát hogy lehetett hozni, hogy milyen szerzemények voltak? A másik oldal pedig a hangszerek kérdése. Hiszen egyik pillanatról a másikra hangszert vesz a kezébe az ember, akkor attól még nem lesz zenekar. Erről beszéljetek nekem. Hát, hogyha én folytathatom, akkor az, hogy milyen számokat szedtünk össze, az mondom, az egyrészt az, hogy mi tetszett nekünk, a másik pedig az, hogy mit tudtunk nagyjából magnon felvenni a különböző akkor szóló rádiókból. Hát a magyar rádiók nem nagyon játszották abban az időben, nem sokat játszottak, aztán inkább ilyen sistergős felvételekről tudtuk leszedni a számokat. Rengeteg időt töltöttünk azzal, egyébként mind a mai napig, akik zenélünk még most is, annak köszönhetjük tulajdonképpen szerintem a mai tudásunkat is, hogy annyira kellett ott figyelni, hogy még a magnót is el kellett állogatni ahhoz, hogy egy-egy magasabb hangszínűen ki lehessen hallani abból a nagy katyvaszból a számokat. Hát maga a hangszerekhez való dolog az meg ugye abban az időben a csehszlovák hangszergyártásnak a krémia az megtalálható. A Jolandi gitárok és a Zamati dob, meg más egyéb, de hát ez egy csodálatos dolog volt. Hát valamennyi alapja, zenei alapja majdnem mindegyiknek van, meg hát volt. És ugye a Csabék az iskola véget, mert hát zeneibe jártak. A többieknek is, hát mi, akik aztán később kerültünk be a Colorba, a Schieder Pali, a Kocsis Benő meg én, mindegyikünk a Bennőt kivételével ő hobbi dobosnak készült, de aztán egész tűrhetően megtanul dobolni. Tehát ő amatőr szintű volt, de a Schieder Pali meg én, mi tanultunk hegedülni. Ráadásul a Herman Laci bácsi tanított bennünket, aki most ugye a zenéskola, akiről a zenéskola el volt nevezett, akiről elnevezték. A Pali az nagyon szépen hegedült, én nem annyira, mondhatnám, tehát de minden esetre valamennyi zenei alap azért volt. Tehát ahhoz, hogy azért tudjuk csinálni ezeket a dolgokat, meg hogy magnóról ezt le tudjuk szedni kottát, nem nagyon kaptunk, mert nem lehetett kottázjuk. Hogy alakult ki a repertoár? Hiszen ez alap. Hiszen az első közös buli,
amire majd most kitérünk, hiszen az egy fontos, az egy mérföldkő, azt hiszem, hogy minden zenei csapat életében, de ahhoz kell egy repertoár. Hát mi ezt úgy csináltuk, hogy összeültünk, ha jól emlékszem, a Nagy Gyuriéknek a lakásán, és anyukája lakásán, és mindenki elmondta, hogy neki mi tetszik, akkor megnéztük, hogy kinek mi van magnón meg otthon, és azt vettük észre egy idő után, hogy túlságosan rokkosra sikeredik az egész dolog, és hogyha mi ezt elő akarjuk adni a közönségnek olyan helyen, mert akkor mi koncertekben én nem is igen gondolkodtunk, nem is nagyon láttunk egyébként. Nem, hát és gyűlölet volt, főleg Fehérvár és meg mindenfele. Igen. És aztán úgy jött össze a dolog, hogy amikor már észrevettük, hogy túlságosan sok a rockzene, és erre nem tudnak még kettőt se táncolni az emberek, akkor aztán ekkor jöttek az olyan jellegű gondolkodások, hogy nézzünk egy pár olyan számot is, amire azért táncolni is lehet. Tehát dallamos tánc, dallamos táncolható zenét. Ez a Sárga folyó, abból az időből, még talán aztán a Creedence-ek, ahogyan megismertük őket. A státuszkók. Tehát ezek, aztán magát a bulikat is úgy csináltuk meg, hogy a táncolhatóvá tett. Hát általában úgy nézett ki, hogy 3-4 órát játszottunk, és akkor egy 15 perces kis ilyen beszélgetés szünettel lett megcsinálva, és egy ilyen 40 percnyi táncolható zene, és utána vagy egy 35-40 percnyi táncolható zene, és utolsó 3-4 számot meg behoztuk a rokkosabb számokat, de azt vettük észre, hogy nagyon nem zavarja a közönséget, mert még arra is táncoltak. Igen, ez volt a nyitott művelődési házak, a népművelők álma egyébként, az ilyen bulik. Melyik volt az első, amit aztán nem lehet elfelejteni? Ami aztán meghatározta tulajdonképpen a későbbi sorsatokat is. Hát bocsánat, hogy mindig én beszélek, de akkor még János még nem volt benne a zenekarban, mármint a Color zenekarban. Ők a DT-vel nyomultak abba az időben. Igen, hát az a két zenekar volt, aki rokkosabb zenekar volt Fehérváron, és akit minket nagyon sokan látogattak, tehát ezt a két zenekart. Nem igaz, mert az építőknél játszott még a Gorzium, tehát a Gorzium is tele volt, talán három zenekar volt ennyire tele. Tehát ezek a klubesteken, úgynevezett buliesteken. Hát. Abban az időben szerencsére sok klub volt. De amit kérdeztél, a meghatározó dolog az nálunk, az úgy alakult ki, hogy nem is igen mertünk arra gondolni, hogy ebből lesz komolyabb dolog. Szerettünk volna, de a Coloritnak, hát azért lett a zenekar neve Color zenekar, mert a Pamut textil művekbe sikerült próbahelyet szerezni. És az ottani valami kiszes srác, mondta, hogy ők el tudnák intézni, hogy ott a kultúrterembe fel lehetne lépni. És aztán meghirdettünk egy ilyen szombati kis fellépést, és azt vettük észre, hogy jönnek az emberek, jönnek. Aztán annyira jó sikeredett az egész, hogy akkor csináljunk legközelebb is. Az egész egyébként szerintem annak volt köszönhető, hogy a büfés marha jó keresett rajt. Mert egyébként... Lényeges volt. Egyébként úgy mi nem is igen értettük. Hát tényleg meg voltunk döbbenve, mert előtte egy önk sem játszott zenekarba, tehát ez volt az első olyan, amit. És aztán tetszett a közönségnek, a következő hétre még többen lettek, aztán még többen lettek, és így alakult ki. Minden hétvégén a Coloritban voltam. No, tehát ez egy folyamat volt. A bűvös vancsikéra, a Colorit, igen. Ahogy kell. Igen. Nyilván megvolt a rajongó táboratok. Igen. Mikor kezdtetek el először azon gondolkodni, hogy azért legyenek saját dalok is? Hát mi a saját dalokat elsőként akkor, amikor a Jánó Jánosék csatlakoztak a zenekarhoz, az pedig azért következett be, mert ugye részletenként vittek el mindenkit katonának. Hol egyet, hol kettőt, és akkor egyszer csak az történt, hogy együtt játszottunk. És hogy találtatok egymásra, János? Mert az fontos, hogy egy formáció az eredeti hangzást csak úgy tudja megőrizni, ha azonosan gondolkodik az, aki belép, mondom én. Természetesen ez eleve adott volt, mert mindegyikünk az irodagép technikai kirendeltségen dolgozott Székesfehérváron. Tehát mindegyikünk, hát a Csaba, a Csabi, a fián Józsi, meg én. Igen, meg a Tóth Gabi, Charlie még utána. Ja, a Tóth Gabi, aki valamennyit játszott a zenekarba, és lényeg az, hogy ott már ugye összejöttünk, hát sokat beszélgettünk a zenéről, ugye tudtunk egymástól, sőt egymás bulijára is elmentünk, hogyha úgy alakult, vagy voltak olyan dolgok, amikor mi mentünk a Coloritba, és akkor a DT-vel, meg a Colorrel együtt játszottunk. És amikor ugye behívták az embert katonának, ott nem lehetett nagyon mahinálni, mert menni kellett, akkor volt az, hogy hát akkor azonosan gondolkodunk, mindegyikünk a rockzenét szereti, mi a DT-vel több saját számot is játszottunk, tehát elég sok sajátot játszottunk,
És én szerettem a saját számokat. A Csabival összeültünk, miután ugye megalakult, tehát mi kiváltunk a DT-ből párra. Ugye, és összeszedtük az új csapatot, mert hát meg kellett ezt csinálni. És akkor én ültem le, és én szereztem saját dalokat. Na most ez úgy nézett ki, hogy volt, amikor lyukat rötyögtek rajtam, főleg a szövegeimen, de volt, ami tetszett. És azért annak idején azért jó pár saját dalt játszottunk, de az is inkább rockzene volt, vagy blues. Úgyhogy még a mostani buliről is fogunk egy saját dalt játszani, egy blues-t. Azt mondják, hogy a fenntartható fejlődés záloga, hogy egyrészt oda kell figyelni egymásra, de változott a kor. Voltak-e hullámvölgyeitek, hiszen sikereitek szép számmal, azt nagyon is jól tudom. Amikor elfogyott a csapat, vagy elfogyott a levegő körületek? Igen, volt. Volt olyan, főleg miután leszereltünk. Ugye úgy szint részletekbe szereltünk le. A zenekarból ketten szereltünk le először 1977-ben. A Fia Jóci, az orgonistánk és én. A Csabi az később van úgy 8 hónappal, és a Kocsis Benő is később. Ugye a Nagy Gyuri, ő már túl volt ezen, mert idősebb volt nálunk. És lényeg ez, hogy akkor összehoztunk egy zenekar, de nem Color néven. És akkor egy kicsit dolgoztunk, de az valahogy nem vált be, tehát az nem volt olyan, mint amit szerettünk volna. És akkor abba is hagytuk a közös zenélést. Akkor a Csabi is máshol játszott, én is. Tehát akkor mindenfele mentünk, mi újra összehoztuk akkor a DT együttest, a 80-as években is koncerteztünk is vele, rengeteg sajáttal, és akkor utána jött megint az ötlet, tehát eltelt 10 év, ugye? Körülbelül 10 év, 10-12 év, amikor nem volt Color, és akkor elhatároztuk, hogy meg kéne csinálni ezt a zenekart. Egymás gondolatait is megismertétek már? Hát egymás gondolatait nem tudom, hogy megismertük, egymást ismerjük elég jól. Nagyon, már nagyon jó barátok, hát a legjobb barátom a csapat. Az a szerencsénk szerintem nekünk is, meg ahogy én elnézem az ilyen, a mi korosztályunknak, hogy mi zenekarként gondolkodtunk. Igen. És a mai fiatalokat beleértve, már olyan értelemben, hogy még az én fiam, tehát még a fiam korosztályában is lévő, pedig sokkal tehetségesebb, sokkal nagyon jó zenészek vannak, fiatal zenészek, sőt azt mondom, hogy kiválóak. De én azt látom, hogy játszanak 3-4-5 zenekarba, ide rohannak, oda rohannak, a zenekar meg nincs. Tehát amiben van, összejönnek, ragyogóan ismerik a kottát, minden, nekünk meg, mi meg úgy voltunk, hogy mi barátok lettünk azáltal, hogy együtt zenélünk. Igen, és a barátság az nagyon sokat segít minden szituációban. És ezért volt az, hogy tényleg tudjuk azt, hogy mikor kell megszólalni, mikor nem kell bántani a másikat, mert valami olyasmi van, hogy jobb, hogyha az ember nem szól neki, és ez itt nagyon jól működik, mind a mai napig jól működik. Természetesen. Ugye, tehát magánéletben is. Tehát. Jó néhányszor a szemünkre vetik, hogy a múltban révedezünk, szó sincs róla. Én azt mondom, hogy ez egy olyan legendás korszak volt a tiétek, amit majd most megtapasztal mindenki, vagy tavaly megtapasztalt, ha volt olyan szerencsés, és ott volt a koncerten, hogy az párját ritkítja. Mi ennek a hozadéka? Ha így visszagondoltok erre a évtizedes, 40 esztendős, több mint 40 esztendős pályafutásra, a barátságokon túl mi az, ami megmarad az emberekben belőletek, rólatok? Hiszen nyilván ezzel szembesültök azért. Hát hogy, de hát egyrészt azt, hogyha az utcán sétálunk, tehát megy az ember a Fehérvári utcán, vagy a megyébe, akkor nagyon sok helyről köszöngetnek ránk. Megkérdezik, hogy vagyunk, mit vagyunk, játsszuk-e még, csináljuk-e még. Elmondják, hogy milyen nagyszerűen érezték magukat, hogy milyen jók voltak ezek a bulik, hogy milyen jók voltak azok a sztorik, amik együtt történtek ott velünk. Aztán nem utolsó sorban én azt mondom, hogy gyerekeink is. Tehát a gyerekeink is végül is nagyon sok mindenből táplálkoznak. Az én fiam is, hát most az András 23 éves, ő válogatott kenus, de imádja a rockzenét. Miért? Mert ezen nőtt föl. A Csabi fia ragyogó gitáros. Ugye hát ő jóval idősebb, ezen nőtt föl. Tehát a gyerekeink is, a barátok, az ismerősök is, és talán az ő unszolásukra is indult ez az egész újra.
Mert annyian kérték, hogy játszunk újra, hogyha egy mód van rá. Bocsáss meg, csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy én azt hiszem, hogy tavaly is, meg ezekben az utóbbi bulikban azt látom, hogy nagyon sok, szerencsére, rengetegen vannak ugye a buliainkon, és azok vannak ott, akik abban az időben összejöttek, és valamiért, nem tudom, hogy sikeredett, de férj és feleség lettem. Tehát ott az ilyen jellegű bulikon összekovácsolódott, és akkor még nem úgy volt abban az időben, ha már egyszer révedünk a múltban. Hát ha a rock szívlángra gyúl, akkor igen. Az... így van. És azóta is, és nagyon sokan azóta is együtt vannak. Igen. És amikor eljönnek, ugyanúgy eljönnek fél, és igen, én emlékszem rájuk, nem egy, nem kettőre, akik abban az időben még csak úgy jártak egymással, és azóta meg 40 éves házasok, vagy mit tudom, körülbelül így. Nagyon jó dolog ez. Miként készültök egy ilyen eseményre? Azt tudjuk, hogy próbáltok. Hogy áll össze a repertoár? Elővesztek régi dalokat, amiket említettünk a beszélgetés elején, vagy azért lesznek újdonságok is? Egyáltalán hogyan lehet visszaszokni arra, hiszen azért önmagatoktól, meg a közönség is sokat vár tőletek? Hát csak régi dalokat csinálom. Tehát beszélgettünk, hogy csináljunk-e új dalokat. És úgy döntöttünk, hogy nem. Ne csináljunk, mert ez a közönség, aki ott lesz. Hát én, ahogy tavaly is láttuk, meg úgy az eddig bulaink alkalmával, általában olyan 40-től, hát hazudok, mert van pár fiatal, ugye, a gyerekeink korosztályából is vannak ott, de általában 40-től 80-ig jönnek. Tehát ez fantasztikus, fantasztikus, és ők ezeket igénylik. Tehát nem igényli, szinte egyik is azt vettük észre, hogy új dolgokat csináljunk. Csináljunk pár saját dalt, hogyha van, és szerintem nosztalgiáznak, tehát élvezik ezt a fajta zenét. És ezt úgy is alakítottuk ki most is a repertoárt, ahogy tavaly volt, mert már az első számra táncoltak. Tehát egyszerűen fantasztikus volt, 7 órakor kezdtünk, beszámolt a Kocsis Benni a dobos, és 7 órakor tele volt a táncplac. És nem zavarta őket, hogy ez most rockzene, vagy slágerzene. Tehát így van. Egyáltalán nem zavarta őket. És állítom, hogy ha elővettünk volna újabb dolgokat, ami esetleg nem, tehát nem a kolortól szokta meg, akkor valószínűleg még szóvá is teszi, hogy minek volt, vagy minek kellett. Én mind a mai, bocsássak, de én mind a mai napig zenélek, és nagyon sokat zenélek. És a mai fiatal, én azt hiszem észre, hogy a mai fiatalok ugyanúgy üvöltik a régi rock zenét. Tehát érdekes módon, senki nem a Bonnie M-et géri tőlünk, amikor ma játszunk, fiatalok. Még szép. Hanem a régi rock zenéket, és igen, amikor és ott aztán beindul a... Igen, hát a legendás zenekarok legendás zenéje az mindig kellendő örökre. No, akkor kérlek szépen, hogy invitáljátok meg mindazokat, akik még nem tudják, hogy november 5-én mikor és hol lesz ez a fantasztikus koncert, egyszer, külön-külön, ki a saját gondolataival. Hát, ha nem lesz teltház, bár nem hiszem, hogy erre rászorulnátok. János? Hát én mindenkit nagyon sok szeretettel, nem csak a régi közönségünket, én mindenkit nagyon sok szeretettel hívok a zenekar nevében, a Kolo zenekar nevében. Akik szeretik a jó zenét, a rock zenét, a 70-es, 80-as évek sláger zenét, rock and rolljait, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, hiszen együtt vagyunk nagyon erősek, és együtt érezzük nagyon jó magunkat. A buli november 5-én lesz a Szent István teremben, jegyek a portán kaphatók 2000 forintos egységes áron, és nálam is a telefonszámom a plakáton fönt van, a Facebookon fönn vagyunk. Hála Istennek nálatok is lehettünk, és ezt köszönjük szépen. És még azt elmondanám, hogy nagyon jó lesz a büfé, mert azért gondolni kell, hogy azért nagyon sok nyugdíjas lesz. Sajnos elértük azt a kort, és nekik számít a pénz, tehát nagyon jó színvonalas büfé lesz, és olyan árak lesznek, amik elérhető. Nos, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és azt ígérem, és kedves nézőink, önöknek is mondom, hogy természetesen ez csak az egyik előzetes, hiszen ellátogatunk Kőszárhegyre, ahol a Color próbál, és abból egy összefoglalót láthatnak, hogy a zenekari tagok miként vélekednek önmagukról, a csapatukról, és a közelgő november 5-i estéről, amit tehát megismétlem én is, szeptember, vagyis november 5-én lesz a Szent István Művelődés Ház Szent István termében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket,
maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!